Ünnepi szentmisével kezdődött a megemlékezés Pócs Petriben, majd koszorúkat helyeztek el a templom falán lévő emléktáblánál. Közép- és Kelet-Európában elsőként Magyarország döntött úgy, hogy emléknapot szervez az áldozatok tiszteletére, az országgyűlés pedig még 2000-ben fogadta el az erről szóló javaslatot. Pócs Petri lakosainak áldozatvállalása kiemelkedő volt a tragikus események idején. Az ő településüknek az áldozatvállalása, az ő elődeiknek az áldozatvállalása az, amelyik elvezetett minket ahhoz, hogy ma szabadon élhetünk, az egyház fönntarthat iskolákat, és sose felejtsük azt el, hogy milyen előzményei vannak ennek. Pócs Petriben éppen az itteni plébános kiállásának következtében és a polgároknak az áldozatvállalása eredményeként kiálltak akkor az egyházi iskola mellett 1948 nyarán. A kommunista diktatúra vissza akarta szorítani az egyház működését, pedig a közösségi célok érdekében az államnak és az egyháznak együtt kell működniük, tette hozzá Hegyi László. Február 25-én, idén már 16. alkalommal emlékeznek meg az áldozatokról Magyarországon. Annak idején 1947. február 25-én a független kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát a szovjet hatóságok elhurcolták, annak ellenére, hogy képviselői mentelmi joga volt, és ezzel akarták demonstrálni a demokratikusan megválasztott hatalomnak, hogy elkezdődött a kommunista diktatúra, aminek Közép-Európában 1 millió áldozata lett. A fiatalabb generáció, valamint a jövő generációja számára is fontos, hogy megismerjék a múltat és különbséget tudjanak tenni bűnös és áldozat között, hangzott el a megemlékezésen. Ez a nap azt gondolom, hogy amellett, hogy hangsúlyozzuk, hogy a megbékélés jegyében gyűlünk össze valamennyi helyszínen a kommunizmus áldozataira való emlékezés okán, fontos, hogy fölmutassuk az áldozatok példáját, fontos, hogy beszéljünk a bűnökről, mert erről konkrét ismeretekkel kell rendelkezniük a fiataloknak. 2016-ot egy tavalyi kormányhatározat szerint forradalmi emlékévnek nyilvánították, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. Ennek első eseménye a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. A Nemzeti Emlékezet Bizottság honlapján mától elérhető azoknak a személyeknek a neve, akik a forradalom kitörésétől egészen 1963-ig, valamint az azt követő megtorlásban is szerepet játszottak.